azok az anyagok, amiket korábban nem feltétlenül írtunk meg, vagy nem is írunk meg például a webre direktben, egyébként meg a mobilra ki sem engedjük, mert teljesen okafogyott, önkéntes mesemondókat keresünk. Ez például ez egy abszolút Facebook hit történetünk volt, átjött egy csomó látogató a site-ra is belőle. Egyszerűen azért, mert ez az emberek elolvasták, és ott elkezdtek önszerveződni, hogy akkor Budapesten ő mehet, nem mehet, stb. És rengeteg komment jött, elképesztő mennyiségű share. Ez az, ami videó mobilon halott, tehát ez egyáltalán nem működik, a webben meg elketyeget. Tehát például ez egy olyan tematika, amit korábban nem írtunk meg ilyen számossággal, mint most. Végre a közösségi platformokkal az ember lett a disztribúciós tényező. Tehát nem az történik, hogy a Google az algoritmusával végignézi, hogy a te szemmozgásod tulajdonképpen hogy alakul normálisan egy cikken, de ha te neked nem mozog most úgy a szemed, akkor ez a cikk biztos nem jó. Elképesztő jó technológiájuk van rá, tehát egy elismerésem, de azért egy emberi értelmet nem tudnak pótolni, és ez történik egy közösségi platformon. Van egy ember, egy user, elolvassa a cikket, ha tetszik, neki továbbosztja. Nekünk arra kell figyelni, hogy a mostani fiatalok mit csinálnak, mert a mostani tizenévesek médiafogyasztási szokásai radikálisan eltérnek akár 20 évesekétől. Például? Hát például én azt látom, egyértelmű, hogy YouTube-oznak a fiúk, a fiatalok, tehát nem is követik, tehát a Facebookot ők már egyáltalán nem követik, viszont a mozgókép az nagyon fontos nekik. Például visszamentem a gimnáziumomban direkt beszélgetni ilyen 16 éves emberekkel, mert a családban egy kicsit fiatalabbak vannak csak, és nekem a legbrutálisabb élményem az volt, hogy ők nem néznek tévét, tehát ők már nem, ők csak videó-on-demandban tudnak gondolkodni, tehát őket egyáltalán nem érdekli a műsorfolyam. A mai fiatalok sokkal hozzászoktak ahhoz, hogy ekkora mennyiségű információt kapnak percenként, és ők ebből nagyon jól ki tudják válogatni azt, ami nekik kell. Egy ekkora mennyiségű információ az én korosztályomat például inkább megzavarja, ők ezzel tökéletesen tudnak élni, tehát gond nélkül lubickolnak benne, és nem nyomja őket agyon.